Krisztusban szeretett testvéreim, ahogy elindultunk a sekrestjéből, plébános atya Robi azt mondta, hogy valami vidám dolgot mondjak, nehogy itten elkeserítsem az embereket, de hát a prédikáció is hasonlít ahhoz az eseményhez, amit Jézus így mond, hogy a bölcs ember előbb leül, számadást tesz, és úgy kezd bele valamibe, legyen az torony építés, vagy hozza, hogy a király a háborúba hogy fog bele. Amikor a családról szólunk, akkor először a valóságot kell alapul vennünk. Mert különben valaki azt mondaná, hogy ez egy szappan opera részlete, amit most hallott. Márpedig a valóságot egyrészt a vatikáni szinodus már most két alkalommal is tárgyalta, és Magyarországon is volt egy egész magas szintű rendezvény, már kevesen tudnak róla, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a professzorok Batthyány köre, illetve a Polgári Együttélés Egyesülete tartott egy konferenciát, amelyről könyvet is adtak ki, rangos előadók, legyenek azok szociológusok, pszichiáterek, sok mindenféle más beosztásban lévő tudós emberek. Az idők jelei címen úgy pásztázták a magyar közéletet, benne többek közt a családnak a helyzetét is. Hát ők inkább csak a helyzetet elemezték, a diagnózist akarták megmondani. Én úgy gondolom, hogy a kormányunknak ez az intézkedése a három gyerek vállalásával kapcsolatban, ez is ebből az indítatásból fakadt, mert rájöttek arra, hogy itt nem lehet illúzióban ringatni magunkat, hiszen a születési ráta 1,27%, két nemzedék és negyedére se érünk el a csökkenés miatt. Tehát valamit jó lenne lépni. És mit mondott a szinodus? Én végig kísértem, sőt, egy nagy könyv is megjelent már róla, és végén még a bíborosok, püspökök is egy kis összefoglalót készítettek, és elküldték Szentatyánknak, ő majd átelmékedést gondolkodik róla, hogy továbbiakban mit mondjam. Mondjuk annyiban sokkal pozitívabb a szinodusnak a végkicsengése, hogy meg is fogalmazza a feladatot. A keresztény család hivatása és küldetése az egyházban és a világban. És Szentatyánk lévén irgalmasság éve azt mondta, hogy ez a Szent Család vasárnapja is valamiképpen kapcsolódjék bele az irgalmasság évébe, és így közelítsük meg a családot. Ezt ő mondja, nem én találtam ki. Először elkezdtem gondolkodni róla, hogy hát mit érthetett rajta. Aztán fejtegeti, hogy ott, ahol az Isten irgalmát utánozzák a családban, irgalmat gyakorolnak, ott növekszik a családi békesség. Mivel, hogy éppen a fölbomlott családok bizonyítják azt, hogy nincsen békesség. Mert az volna, nem bomlanának föl. És hát elég csak a rangos irodalomra gondolni, nem a szappan operákra, mint egy Németh Lászlóra, amely olyan irodalmi művekben fogalmazta meg a 20. századnak családbéli konfliktusait, gondoljunk egy Iszonyra, egy Irgalomra, aminek valóság tartalma van, mert én magam is találkoztam ilyennel. És mit mond a pápa? Azt mondja, hogy itt ugyanúgy, mint hogy a világban szükség van az irgalomra, ugyanúgy a családban is. Mit osztalanítani kell a konfliktusokat? Mit jelent ez? Amikor a legpitiánerebb dolgokból csinálnak nagy ügyet. Ez a külső szemlélő veszi észre, ők már nem, mert benne vannak egy ilyen malomkerékbe,
és mindig ugyanazt hajtogatják. Tehát mit osztalanítani? Nem olyan nagy dolgokról van sok esetben szó. A szó fegyelméről. Jakab apostol azt mondja, hogy aki szavával nem vét, az erős férfi. Én azt mondom, erős ember. Mert nem kell mindent kimondani. Boldog, most már Szent 23. János pápánk mondta, hogy az ember, ha azt akarja, hogy a családjában békesség legyen, vegyen mindent észre, sok mindent tűrjön el, és keveset tegyen szóvá. Mert nem vesz mindent észre, akkor olyan magától értetődőnek tartja, hogy mondjuk a feleségnek rendesen megfőz, meg kimossa a ruháit. Hát ez így jár, ugye? Ez természetes. Nem vesz észre, hogy az mennyi munkával jár. És fordítottan, egy feleség nem veszi azt észre, hogy a férje mi mindent megcsinál otthon, csak akkor, amikor a mestert kell hívni. Ha mondjuk megözvegyütt, hogy annak idené férje mi mindent megcsinált. De akkor nem vettem észre, amikor együtt voltak. Tehát mindent vegyen észre az ember, és a rosszat próbálja eltűnni, és kevesen tegyen szóvá. Akkor, amikor tényleg szükséges. És azt mondja a pápa, éppen a Szent Pál apostolnak mostani levele is erre is vonatkozik, hogy viseljétek el egymás szeretettel. Nem könnyű mindig elviselni a másikat. Azt mondta annak idején Pázmány Péter, mikor oda mentek hozzá a szerzetesek, hogy bíboros úr, melyik a legnehezebb szerzet? A kartauziót nem is beszélhetnek. És akkor sorolták, hogy ezeket mindig misszióba küldik. Azok sokat böjtölnek. Ezek éjszaka virrasztanak. Melyik a legnehezebb szerzet? Azt mondta Pázmány. A család. Akik a családban vannak, és hozzáteszi, mert a rossz házasság holtig tartó galiba. Tehát a család a legnehezebb, hogy ott egymást elviseljük. Ezt tudjuk. És azt mondja, szolgáljatok egymásnak. És megtanítani a gyereket a szolgálatra. Mert ezt láthatjuk. Azért marad sokszor otthon, már rég megházasodhatott volna. Hát otthon kiszolgálják. A mama hotelben, mint szokták mondani, hát vannak ilyen született taglegények. Mert otthon az anyukája mindent megcsinál. De lányokban is van ilyen. Pontosan, hogy mindent elvár, hogy az anyja csinálja meg neki. Legyen az mosás, bevásárlás, minden. Felnőtté válik, de még mindig elvárja, hogy az anyja végezz el, vagy legalább vele együtt. Aztán utána, hogy mondjatok áldást egymásra. Mondjatok jót. Köszönjétek meg. Aztán imádkozzatok egymásért. A család békéért, mert az nagyon fontos. Sokszor tudjuk azt mi magunk is, hogy nem rajtunk múlik az, hogy milyen a család, hanem az isteni kegyelmen. Imádkozzunk egymásért. Ez az irgalom évének az egyik feladata. Aztán azt mondja a szinodus, hogy a méltóságot és a küldetést fontosnak kell vennünk. Miből adódik a mi méltóságunk? A teremtettségből, mert a házasság az nem Jézusnak az alkotmánya. A házasság a teremtéssel adatott isteni adomány. A kezdet kezdetén ott van a az emberi méltóságba beleültetve, hogyha családos életet él, akkor annak a közösségnek, ami a Szent Háromság, annak legyen mint a képévé. És ezért ünnepeljük a Szent Családot, hiszen ők ezt valósították meg. És mi a küldetés? Hogy a misszió tovább vigye. A misszió, ami nem az egyes emberre vonatkozik, hanem mindannyiunkra. Menjetek,
tegyetek tanítványommá minden népet. Ezt mondja az Úr Jézus. Ha pedig a családi életet akarjuk továbbvinni, akkor ennek a példáját föl kell mutatni. Ez a misszió. És ez a küldetésünk. Tehát így fogalmazták meg a bíborosok, a püspökök a Szent Atya felé, hogy az egyház méltósága és küldetése az egyházban és a világban. Mert példák azok, amelyeket nekünk magunk elé kell állítani. Sok fiatal már csak azért sem tud jól élni a családba, az általa megalapított családban, mert nem lát példát. Nem látott példát. Nem tud mire visszaemlékezni. És ezért kellenek a példák. Mert ha szavak elszállnak, a példák vonzanak. És ezt a példát most nekünk a mai keresztényeknek kell fölmutatni. És egyszerre ünnep a Szent Család napja, és ugyanakkor küldetés is, feladat is. És ezért imádkozzunk. Ezt kérjük, hogy ez legyen meg bennünk. És a mai napon, amikor az első Szent Családot ünnepeljük, Jézust, Szűz Máriát, Szent Józsefet, akkor gondoljunk magyar családjainkra, hiszen az a magyarországi tudósoknak a konferenciája éppen emiatt aggódott. De nekünk van egy szép példánk még, Szent István, Gizella és Szent Imre családja. Ott még többen is voltak gyermekek, de az a példa, amit ők adtak, az a magyarság számára eligazító. Van tehát mire tekintenünk a mai szép ünnepen, itt a templom búcsú napján, kérjük a Szent Családot és a Magyar Szent Családot, legyenek égi pártfogóink, hogy az ő példájukkal, közbenjárásukkal a mi családjaink is Isten terve szerint és az egyházban elfoglalt szentségi rendje szerint megvalósulhasson. Hiszen erre épül a társadalom, az egyháznak a közössége. Legyünk hálásak azért, hogyha jó családba születtünk, ha valaki azt érzi, hogy nem olyan volt a családja, okuljon belőle, és kérje azt az Úrtól, hogy ő meg tudja valósítani az Istennek a tervét. Mert ez a teremtésben adatott, és Jézus Krisztus által megerősített isteni alkotmány. Tehát kétszeresen is megvan a kinyilatkoztatott valósága, amit nekünk meg kell élnünk, és a hétköznapokban gyakorlattá kell tennünk. Szent Család ünnepe a mai napon mutasson örök példát, és járjon közben értünk, és ezért imádkozzunk. Amen. Hiszek az egy